A pénzügyi nyomozók még 2015. júniusában 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, a bíróság pedig az irányító férfi és négy társának előzetes letartóztatását rendelte el. A lebukott bűnszervezet az ismert adócsaló módszert alkalmazta, több mint 2000 munkavállaló után nem fizettek adót és járulékot, valamint a munkájuk utáni általános forgalmi adót sem teljesítették, ezzel jelentős kárt okoztak az államnak, illetve maguknak a dolgozóknak is. Az illegális szolgáltatást igénybevevő 34 vállalkozás a saját munkavállalóit a korábbiakban kijelentették, és a későbbiekben ezekbe a vállalkozásokba, amelyeket egyébként strómanok vezettek, ezekbe jelentették be. Ezáltal a saját dolgozóikat is becsapták, hiszen a kölcsönbeadás időszaka nem minősül biztosítással járó jogviszonynak, mely a nyugdíjjogosultság megállapítása szempontjából lényeges a hazai költségvetést ért, több mint fél milliárd forintos kár érdekében a NAV pénzügyi nyomozói 47 vállalkozói bankszámlát zároltak, közel 100 millió forint értékben. A NAV most 43 személlyel szemben javasol vádemelést költségvetési csalás miatt. Egy 40 ezer oldalas nyomozati iratot jutattak el a szabolcs merbereg megyei főügyészségnek. A bűnmondanyolc 8 tagjára akár 20 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható, további két személy ellen pedig körözést rendeltek el.